Nosztalgia utazás a 20. századi Pest Szent Imrére, komplex vizuális tehetséggondozó felzárkóztató program, autómentes világnap a Zöldliget óvodában, Pest Szent Imre kulturális örökségének feltérképezése és helytörténeti játszóház is várja majd a felnőtteket és gyerekeket. Ezek a programok nyertek ugyanis a Pest Szent Imrei központ megújító pályázat civil területén. Az alapvető elképzelés az, hogy Pest Szent Imrén az épített környezet megújul, ugye van 7-8 építési beruházás, felújítások, új építések, és hogy ezzel párhuzamosan elinduljon valamiféle társadalmi megújulás, erősödjön a helyi identitástudat, ezeket a célokat szolgálják ezek a civil pályázatok. Az összpályázati forrás 18,5 millió forint, 5 pályázó már nyert, 8 munkát pedig most bírálnak. Az első 5 nyertes között 8 millió forintot osztottak szét, a fennmaradó 10 millió forintot várhatóan maradéktalanul szétosztják a már benyújtott és elbírálás alatt lévő projektek között. A Széchy Endre Társaság nagyszabású programja is támogatást kapott. A Nosztalgia utazás a 20. századi Pest Szent Imrére programban egy nosztalgia vonat indul a nyugati pályaudvar Királyváró terméből Pest Szent Imrére. Soroksári Schwab zenekar fogadja fúvószenével őket, és ott a vasútállomáson töltött percek után pedig az ő vezetésükkel felvonulunk ide a Hősök terére. A Hősök terének a Hősök szobra megkoszorúzása lesz az egyik fő attrakciója, mivel Hősök napján van ez az esemény. És mivel az első világháborús emlékmű építési területté vált, ezért most a második világháborús emlékművet koszorúzzuk meg. Nosztalgia ebéd műsor és városnéző séta várja az ünneplő felnőtteket, de a szervezők a gyerekekre is gondoltak, akik egésznapos műsort és szórakozást kapnak ajándékba. Nyertes pályázat még a helytörténeti játszóház is, a helytörténeti gyűjtemény és a Pest-Szent-Lőrinci Kaszinó Egyesület munkája. Helytörténeti játszóházat fogunk két iskolában szervezni, a Táncsicsban és az Adiban. A Táncsicsban egy egész napos program lesz június 13-án, az Adi iskolában pedig egy délutáni program előtte való héten, úgyhogy a nyarat egy kis helytörténeti ismeretanyaggal kezdhetik a diákokat. Természetesen játékos formában szeretnénk ezt az egészet megcsinálni, sok ötlettel, lesz egy kis régi iskolai hangulat megidézése az Adiban konyhát, konyhai eszközöket is meg fognak ismerni, a Táncsicsban pedig másokat is bemondtunk, tehát például a téblábosok fogják kezdeni a napot egy kis bemelegítő közös táncolással, utána pedig egy ilyen forgószínpadszerűen fogunk különböző feladatokat, vagy játékos kézműves foglalkozásokat kínálni a gyerekeknek. Pest Szent Imre városközpontjának megújításával és a színes programkavalkáddal a kerületrész élete teljesen megújul az elkövetkező időszakban.